A mi hazánk továbbra is méltánytalannak tartja a népnyúzó végrehajtók hatalmas bevételeit, ezért követeljük, hogy csökkentsék a jutalékukat. Hiába nevezi életképtelennek Orbán Viktor a non-profittá tételét a végrehajtóknak, az erről szóló javaslatunkat, nem tudok ezzel egyetérteni, mivel nem a mi javaslatunk életképtelen, hanem éppen ellenkezőleg a mi javaslatunkkal tennénk életképtelenné a végrehajtókat, akik ugye jelenleg egy élősködő módjára szipolyozzák ki a magyar emberek nyomorából ezeket a hatalmas pénzösszegeket, amikbe ugye luxus életet tudnak élni. De hogyha ezt a javaslatunkat vissza is utasította Orbán Viktor, fog kapni most tőlünk egy újabbat, és az elkövetkezendő időkben még jóval több törvénymódosító javaslatot is be fogunk nyújtani a végrehajtói rendszer ellen. Mert az az igazság, hogy ha ki is raktak most ezzel a visszautasítással minket ezen a bizonyos ajtón, mi minél többször meg fogunk próbálni bemenni az ablakon, és nem fogjuk feladni, amíg olyan kínosnak nem fogja érezni a kormány, hogy már kénytelen lesz a végére elfogadni valamelyik javaslatunkat, és be fogja látni azt, hogy igenis szükség van a végrehajtásban egy valódi reformra. Igenis méltánytalannak tartjuk azt, hogy a népnyúzó végrehajtók akár több százmillió forintos éves bevételre is szert tehetnek ugye a magyar emberek népnyúzásából, és az meg még vérlázítóbb, hogy gyakran ugye túl is lépik a bizonyos jogszabályokat, amiket ugye nekik be kellene tartaniuk. Ezért követeljük, és törvénymódosítást is be fogunk nyújtani, arra vonatkozólag, hogy csökkentsék a végrehajtói jutalékokat legalább a felére. Ha nem kell komplex módosítás a kormánynak, akkor igenis apránként fogjuk ezeket a törvénymódosító javaslatainkat benyújtani, és ezt a jutalékmódosítást egy egyszerű IM rendelet módosítással el lehet érni, amit majd a módosító csomagunk tartalmazni is fogja, és végre el kell érni az, hogy ne a profitszerzés motiválja a végrehajtókat az eljárásaik folyamán, hanem végre az igazságosság és az emberség is számottevő legyen az ügykezelés során. Miénk a jövő? Rád is számítunk. A fiatalok körében már a legnépszerűbb.